Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, teli hold július 5-én. Az indiai számítás szerint. Ez a kép a horoszkópot, a napi horoszkópot mutatja abban a pillanatban, amikor ez a teli hold van, mégpedig 5 óra 44 perckor. Egy teli hold azt jelenti, hogy a nap és a hold szemben áll. A nap az ikrek jegyében az indiai számítás szerint, a hold pedig a nyilas jegyében van. Egy teli hold azt közli velünk, hogy oda kell, hogy valamire nézzünk. Itt az első ház jelenti azt, hogy mi az, amit figyelembe kell, hogy vegyünk. Ez a mi külsőnk, a mi fellépésünk, a mi személyiségünk. De szemben van egy tükör, és bele kell, hogy ebbe a tükörbe nézzünk, amit a hetes életház mutat. Itt szerződésekről van szó, és párkapcsolatról van szó. Visszatérve az első életházra, ami a mi személyiségünket szimbolizálja, itt van az ikrek jegye és a nap. A nap mutat apai témákat, de a mi lényünket is. Itt kell, hogy valamit tanuljunk, ezt közli velünk a Merkur bolygó. Persze, Merkur bolygónak van más jelentése is, kereskedelmi ügyek, vagy kapcsolatok, kommunikáció, de tanulás is. Mit tanulunk most ennél a teli holdnál az ikrek jegyében? Ehhez elmesélem nektek a mitológiát, a klasszikus görög mitológiából. Hol volt, hol nem volt egy csodaszép királynő. Ezt a királynőt Lénának nevezték. És a fő isten, Zeus, beleszeretett Lédába, és volt kettőjük között egy párkapcsolat, és Léda egy kisbabát várt Zeus istentől. Viszont Léda férjnél volt, az ő férje volt a Spárta királya, és tőle is terhes lett, így megszülettek az ikrek, Kásztor és Pólux. Kásztor a királynak a fia volt, tehát emberi, és ez azt is jelenti, hogy az életünk véget él, tehát valamikor meg fog halni. Pólux pedig Zeus istennek a fia volt, és az isteni erőknél úgy van, hogy ők nem halnak meg. Aztán eljött a nap, amikor Kásztornak meg kellett volna, hogy haljon, és Pólux nagyon szomorú volt, mert nem akarta elveszíteni az iker testvérét, és elment az édesapjához, Zeushoz, és mondta, hogy ő is meg szeretne halni, mert ő a testvérével együtt akar maradni. De Zeus azt válaszolta, nem kell, hogy meghalljatok, én megajándékozlak benneteket mindkettőtökkel, ezzel az örök élettel, és azóta Kásztor és Pólux ott van az ikrek jegyében. Számunkra ez mutat valamit, mégpedig azt, hogy a mi életünk itt a Földön, itt van egy kezdet, az a születésünk, de ez véget ér a halálunkkal. És a halálunk után elbúcsúzunk a Földtől, a testünktől is, de valami megmarad, életben marad. Ez a Pólux energiája, és ez a lelkünk. Mert a lelkünk nem hal meg. És pontosan erre tanít bennünket
az ikrek jegye. Itt van egy kapcsolat. Kapcsolat az égi erő és a mi sorsunk, a mi életünk között. Ez is kell, hogy odafigyeljünk rá. Azon kívül itt található a felfele haladó holt csomó, és mutat egy ilyen kármikus témát, egy kiutat, új lehetőségeket, változásokat, amit eddig még nem ismertünk. Szemben a hetes életházban van a hold, Jupiter bolygó. Jupiter ad nekünk lehetőségeket és szerencsét is a párkapcsolat területén. De Jupiter most visszatekintő, az lelassítja az eseményeket, utal a múltra is. Plutó bolygó is itt található, az adja nekünk a belső erőt. De kihat a testi kapcsolatokra is. Itt található a mi földünk, és itt a biztonság érzetét kell, hogy érezzük, azon kívül a lefele haladó holdcsomó, egy kármikus csomó, és mutatja a múltat, mindazt, amit átéltünk korábbi életünkben, az kihat most a párkapcsolatra, egy ilyen kármikus kapcsolat. Most megnézzük, hogy melyik életházban vannak bolygók, mert arra is oda kell, hogy figyeljünk. Itt a kettes életházban van a rák jegye. Itt értékekről és anyagi dolgokról van szó. Vesta istennő, a tűz istennője, ennek van egy ilyen tisztító hatása, tehát most rendeződnek a családi témák és az értékek, az anyagi dolgok is. A hetes életházat már említettem, itt a nyolcas életházban a halálról van szó, vagy örökösödési ügyekről, itt van Szaturnusz bolygó. De ezt a halált nem kell, hogy szó szerint értsétek, mert itt arról van szó, hogy valamit befejezünk, hogy valami új kezdet legyen. A tízes életházban van Mars bolygó, ez a tízes életház mutatja a nyilvánosságot, a hivatást, de azt is, hogy érjük el a céljainkat. Ide kell, hogy az energiánkat irányítsuk, ez a Mars energiája által itt lesz valami. Mars egy ilyen férfias energiát mutat, vagy a férfiakat. Egy találkozás a munkahelyen, vagy a nyilvánosságnál. A 11-es életház az mutatja a baráti kört, de a vágyainkat is. Itt van a kos jegye és Uránusz bolygó az indiai számítás szerint. Itt lesznek változások. Nem csak a baráti körben, hanem a vágyainknál is. Itt található Chiron és mutatja azt, ami fáj. Az lehet egy ilyen belső fájdalom, egy lelki fájdalom is, de itt kell, hogy gyógyulás legyen, mert ő a gyógyító erő. Az is lehet, hogy ez a téma érdekel benneteket, és így kialakul egy ilyen baráti kör. A 12-es életházban vannak a titkok. Vénusz bolygó utal a szerelemre, egy titkos szerelem, de ez egy nőies energia, és mutathat egy hölgyet is. Vagy azt, hogy mi hölgyek legyünk visszahúzódóak, vagy azt, hogy egy nőnek vannak itt titkai. A 12-es életházban vannak az ellenségek is, az lehet itt egy nő. Ami még fontos, és szeretném megemlíteni, hogy ennél a mai teliholdnál van egy hatás Nunki csillagtól. Ezt a Nunki csillagot az asszírok Mezopotámiában nagyon értékelték, és úgy hívták, vagy azt jelenti lefordítva, egy isteni hely itt a Földön. Én ezt úgy mondanám, hogy a mai napon kell számunkra egy hely, ami nekünk erőt és nyugalmat ad. És ez volt ez a napi asztrológia ezen a teliholdon július 5-én.
Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!